És üdvözöllük újra a kedves nézőinket a Netpincér U-League B csoportjának 5. fordulójának Best of 2-jének második meccséről. Én Iván Attila vagyok, és itt van mellettem kommentátortársam Zsolt. Sziasztok! Az előző mérkőzés alapján azt várom, szintén egy Debrecen nyertem minimális stompot, hogy mondhatom így. Besztompolta az előző mérkőzésen a Debreceni, bocsánat, a Corvinus Egyetemét, akik egy masszív late game kompot raktak össze, ami nem vált be. Viszont ugye, ahogy mondtam, a belsős információnak köszönhetően, mivel a Corvinus Egyetemnek már matematikailag sincs esélye a továbbjutásra, ezért mondhatni, hogy ők talán annyira nem is mentek rá az ilyen nagyon tryhard, tökéletes komposztarakásra, hanem összeraktak egy fun kompot, amivel mindenki szeret játszani. Nem lett sajnos jó vége, eredmény szempontjából viszont mindenképpen érdekes meccs volt. Szóval, ugye megint bemutatkozunk képen, hogy mik vagyunk, meg kik vagyunk, aki esetleg most csatlakozott volna. Ugye Netpincér által támogatott egyetemi bajnokságban vagyunk, a B csoport, ahol az ELTE már lokkolta a biztos továbbjutó helyet, és most a második helyen lehetnék küzdelem, ahol a Debrecen Egyetem is esetleg esélyes lehet. Ugye amiért küzdenek, az az első torna győzelemért első helyet járó 100.000 forintos készpénz, nyeremény, a második helyet járó 60.000 forintos IPON utalvány, illetve a harmadik helynek járó 40.000 forintos IPON kupon nyeremény összességért küzdenek, szóval mindenképpen van tétje ennek. Ha már a Corvinusnak nincs is, mert ezeket nem tudja elérni, de legalább prestige tétje még van, meg esetleg még... Persze, meg ha esetleg ugye a Debreci Egyetem megnyerni az egészet, akkor ugye elmondhatják, hogy de mi őket megvertük a csoportmeccsen egyszer. Szóval... Jövőre újra megpróbálunk. Kis spoiler alert. Igen. Jövőre is lesz Netpincér támogatva a U-League keretein belül. A hát. Második évadom egy kicsit nagyobb. Nem mondhatunk sajnos sok mindent egyenre, sok információt mi se tudunk. Nagyobb nyereményeket láthatunk, vagy várhatunk is egy nagyobb csapatot. Igen, és hogy ha már ez a nyeremények, ugye nem csak a játékosok kapnak nyereményt, hanem ti is mind győztesek vagytok, akik csatlakozhatok hozzánk a nézők közül, mert a Netpincér jó volt tábla, hogyha kicsit lejjebb görgettek a streamen, a leírásban láthatjátok, hogy van egy egyszer felhasználható kupon kulotok LOL19 néven, amit hogyha interneten vagy az applikáción keresztül rendeltek a Netpincéren és interneten fizettek is, akkor egy 700 forintos kedvezményben lesztek részesítve, igen, ha a torna alatt, azaz csütörtökönként és péntekenként 6 és 10 között rendeltek, úgyhogy most, ha még esetleg nem intéztitek el a vacsorátokat, itt egy forró tipp erre, viszont... Hát itt csapjunk is bele, mert közben nagyon más csapjunk bele, mert igen, mert ők már belecsaptak. Ahogy néztük, akkor kezdjük a Debrecen Egyetem, kibanolták az Evelyn a Scarlet Riot, ami játszotta az előbb. Nem volt nagyon hatékony, de azt mondják, hogy ne játszom komfort picket, se ne fánoljon, ne érezze jól magát. Közben a targetban szinte jött Jinx, ami dugóra érkezett. Hackeri meg abból, hogy erős választás, jelenleg a Conquerornek köszönhetően visszatérve a Corvinusra. Akkor az amúgy elvették a Debrecen Egyetem, meg is értem. Nagyon jól játszott a srác, nagyon megérdemelt teljesen a Lissandra vagy itt nagyon jó hatékony volt. Ott alá kell írni, hogy annak ellenére, hogy ő játszott az Amumu, úgymond a csapata felrakta erre a pozícióba, hogy jól teljesítsen, mert ugye egyrészt minden lénen prioritás volt, másrészt ugye mivel főleg mid lane-t campelt Amumu, ugye Lissandra által nagyon könnyű előkészítésben volt mindig része, amikor egy CC-zett célpontra kellett csak általán ráhúzását, viszont azt mondták a kormányzatosok, hogy ezt többet nem akarjuk látni, és ki is bannolják. Közben kék oldalról ugye fordított felállásban az előző meccshez képest a Debreci Egyetem elhozta Aatrox-nak first picket, ami egy nagyon jó flex picknek számít, el lehet küldeni mind a két solo lane-re meccsaptól függően. Erre válaszul a Corvinus Egyetem Kindred Jungle-t és Janna supportot hozott el, erre válaszul pedig a Debreci Egyetem megmutatta, hogy az Aatrox az már nem flex pick, mert se a midlane-re nem flexelik be, ahova a LeBlancot behozták, se pedig a Jungle-be se esetleg flexelik be, mert behozták a mostani metában nagyon erős Jarmant. Ami mindenképpen elmondható a 3 pick alapján a Debreci Egyetemnek, ugyanúgy folytatják azt a trendet, hogy erős early mid-game skirmish típusú csapatot raknak össze, akik erősek az 1v1-ekben, a 2v2-ekben, illetve ugye az Amumu Jarvan-ra váltásával még korábban beindulnak, mert... Ráadásul még több damage-e van Lissandrának, mert aftershockos lesz. Igen, kicsit nehezebb előkészíteni ezeket a Jarvan EQ genkeket, mert ugye csak a chain betalálással lehet rendesen előkészíteni, viszont ugye Jarvannal Amumuhoz képest sokkal előbb lehet elkezdeni genkelni,
ugye level 2-től is, akár Red Buff-tól képes, nagyon sokféle rútolás létezik rá, és ugye LeBlancra választ képen a Corvinus Egyetem egy Oriannát blokkolt, ami esetleg azt sugallhatja nekem, nem is csak az, hanem belső információk miatt elképzelhető, hogy a jungle és a midlaner azok roll swap voltak, mert a Scarlet, aki ugye az Evelynn volt az előző meccsen, ő orjanázik mindent, ezt is esetleg elképzelhetjük, illetve nem láttam túl sokat még kindredezni, mindegy, ez majd eldől, közben ugye a második ban szakaszban, amit láthatunk, az Corvinus oldalról supportokat út van, ugye Morganát kivették, ami az előző meccsen az ő kezükben volt, viszont ugye mivel ők már pikkeltek supportot, azért nem esik nehezükre ezt a support champion pult megtámadni, míg ugye Debreceni oldalról a top lane pikkeknek mentek neki, amit alapvetően okos dolognak tartok, mert annak ellenére, hogy kérdés nem tűrően verte meg az előző meccsen a Debreceni Egyetem a Corvinust, a top lane volt talán az egyetlen mencsvára még a Corvinusnak, ahol még tartották magukat. Úgy van, hogy a Dantian a Poppyval helyt állt, nyilván kapott egy kis early pressure-t is, de nagyon jól játszott egy rossz matchupban, és azt mondták, hogy megtámadják inkább a champion poolját. A Hecarimban után második körben láttunk egy Poppy és egy Kennenbant is, amire a Renekton-ra fog hagyatkozni a Corvinus. Ugye egy nagyon-nagyon domináns top lane-ről van szó, és főleg úgy, hogy ugye már látta a picket ugye első körben az Atrox személyében a Corvinus top lane-re, ezért counter picket is. Ugye a Renekton egy rendkívül lane domináns melee championeket reggelre megevő champion, úgyhogy biztos majd lesz prioritása a top lane-en. Erre pedig a Debreceni Egyetem egy nagyon erős bot lane-en válaszol, ugyanúgy előző meccshez hasonlóan egy Varus, amit most mi volt az előző meccsen a supportja? Braum. Igen, a Braum játsz. Egy jó Braumra leváltották. Egy olyan Braumra, aki egyrészt engage-elni is tud, és másrészt még csak Morgana Shield-től se kell félnie, ugye a Nautilusnak az egyik legnagyobb counter a Morgana Shield, mert ugye hookot is, ugye viszonylag lassú az animáció, nem nagyon lassú, de azért lehet rá reagálni, hogyha figyel az ember. Itt az ultiát nagyon könnyen le lehet besidelni, erről nem lesz szó, mert ugye egyrészt bannolták és másrészt már pikkeltek supportnak Corvinusok, szóval egy nagyon jó engage CC botlane-ra van szó, előző meccshez hasonlóan. Erre pedig valószínűleg bölcsen egy biztonságos AD carry-vel válaszol a Corvinus botlane-re. Általában egy csapszerben elszokott dőlni, ez a profik szerint a csapszerben minden eldől. Hát nyilván legmagasabb szinten, amikor mindenki tökéletesen játszik, akkor már a matchupokból lehet következtetni. Igen, most nem arra gondolok, de most én lennék az a szegény Kindred, vagy Orianna, vagy Ezreal, és meglátnám, hogy ezeket a karaktereknek kéne játszani. Mind az öt gusztustalanul erős. Van CC, és most mondják az Atroxot is átalakították, de hát papírcsapata van a Corvinusnak, és ezt Atrox beultizik, és csak az egyiket elgalik, hát végig tud gázolni rajtuk, úgyhogy sértetlenül fog kijönni a fájdalom. Ebből a szempontból jó az, hogy nem lesz annyira könnyű dolga viszont az Atroxnak, mert többféleképpen tudják deny-olni. Egyrészt deny-olni tudják ugye a Jannával, ugye felütéssel és még a teamfightból kilökéssel, és ugye az a probléma, hogy Atroxszal, hogyha benyomod az ultidat, megkapod a movement speed buffot, hogyha nem tudsz resetelni, és egyszer kidobnak a teamfightból, akkor nagyon nehezen tudsz visszamenni abba a teamfightba, mert ugye nem kapod meg a resetet, nem kapod megint a movement speedet. Egyrészt ez, másrészt ugye még a Kindred ultival is deny-olni tudják ezeket az ulti reseteket neki, tehát alapvetően vannak eszközei a Corvinusnak arra, hogy ezt a face-trollolást megakadályozzák, de az biztos, hogyha ezeket a képességeket nem időzítik jól, hogyha nem tudják rendesen az Atroxot távol tartani a teamfight-tól, akkor végig tud szaladni rajtuk mindenképpen. Viszont ugye, ha nem tud végig szaladni rajtuk, akkor az régi Atroxszal ellentétben a mostani Atrox, ha nem tud resetelni, akkor egy squishy champion, mert ugye nem kapja meg a garantált újraéledést, és hogyha le tudják esetleg burstelni egy jó időzített Kindred, Orianna ultival, ami ugye kifejezetten jó Kindredre egyetembe, mert hogyha jól időzítik a kettőt, mindenkit levisznek low HP-ra, tudod, hogy nagyjából milyen helyen mozognak, ugye a Kindred ulti miatt, oda küld a labdát, Orianna ulti, amikor lejár a Kindred ulti, szóval tudnak ott egyébként jól kombózni, nyilván ez már az egyéni mechanika és a megvalósítás, mert a kommunikáción fog állni, hogy ezt meg tudják-e csinálni. Az biztos, hogy az előző meccshez hasonlóan a Debreceni Egyetemnek nagyon sok engage-e van. Ugye Jarvan, Fragdrag, illetve Kataklizma, a LeBlanc be tud ugrani flank pozícióba és esetleg lefogni valaki tánccal, illetve a Nautilus Varusnál engage-esebb botlane-t elképzelni sem tudom, talán egy Ashe lenne már ennél jobb, de még talán igaz sem. Level 6-5 azt mondja, hogy Jana Ezreal-nek van esélye tartani.
De ha meglépik a 6-os szintet, botan, és bárkit Nautilus leutizik, arra érkezik a Varus ult, és csak a maga, csak a spelleknek a damage, nem is kell autotok halni a Varusnak, fixen meg fog halni. Illetve én azt érzem, megint top miden fog ülni. Ez a, az Orion olyan könnyen adhatja magát esetleg, ami már túl. Ez egy súra, hogy még nem akarok mondani, milyen summoner spellet hoz, summoner spellet fog hozni Orion, de ahhoz, hogy túl tudja élni ezt a lane-t, ahol sokat kéne fardolni, minimális jungle pressure-re lenne szüksége, mert egyébként a 2v2-ben nem tud nyerni a Kindred Dorian-nak. Nem mondom azt, hogy nem lehetetlen, hogyha az Orion vagy a Jarrah vagy az LeBron rontja, mert a chain kimegy, a EQ mellé megy, akkor nincs semmi. Akkor azon semmi nincsen. De úgy érzem, hogy megint Orion arra, remélem megtanult az előzőből. Viszont előző meccs ellentétben legalább 1v1-ben jobb a matchupja, mert Orionnával el lehet lenni LeBlanc ellen. Hogyha számítasz a LeBlanc kombóra, ami ugye nyilván level 1-en csak belugrik az arcodot, prokk ezeket jutott, oké, arra nem tud számítani. De ugye level 2-től kezdve úgy általában prokkolni akarja a Q damage-et a W-vel, amire ha számítasz, ugye shield-el tudod magad a burst-ot az kicsit gyengíteni, illetve hogyha jól visszatrédelsz rá, Orionnával el lehet lenni, mert ugye Orionnának nagyobb a range-e, illetve a labdával tudja zónolni ezeket a helyeket, ahonnan az arcába tud ugrani LeBlanc. Tehát az előző meccs Kayle Lissandrához képest mindenképpen sokkal jobb a matchup, viszont az igaz, hogy ha már a junglereket is belevesszük a számításba, akkor 2v2-ben nem is kérdés, hogy a LeBlanc Jarrah jobb. Nyilván ugye, ahogy említetted, megvalósítás kérdése, mert hogyha mellé megy az EQ, igen, mellé megy a lánc, akkor nem, de amúgy igen, erős. Amit viszont látni nem is csak, hogy szeretnék, hanem valószínűsítem majd, hogy szerintem mindenképpen érdemes botlane körül játszani a Jarvannak, mert annak ellenére, hogy nagyon... Semmit nem kell csinálni. Igen, ugye könnyű is, meg nem is, mert annak ellenére, hogyha nem letakarjuk a Debrecen Egyetem felállását, és ránézel a Corvinus botlane-jére, akkor azt mondod, ezt a lane-t soha nem fogom Jarvanként meggenkelni, vagy junglerként meggenkelni, Ezreal Janna, hát semmi közöm nincs az a lane-hez, csak aztán elveszed a kezed a Debrecen Egyetemnek a botlane-jéről, és meglátod, hogy ja, hogy még konkrétan igen, tehát a legtöbb CC-vel rendelkező champion supportként, illetve még Varus is, akinek level 6-tól kezdve szintén van engage-e, már sokkal genkelhetőbbnek tűnik ez a lane, és ugye annak ellenére, hogy Ezreal tud jól helyezkedni, és tud még távolról is farmolni Q-val, hogyha folyamatosan bepusolják torony alól, már nem igazán van menekülés, és akár még dive-okat is láthatunk. Top lane-en is láthatunk esetleg jungle presence-et, mert... Topon a 2-2 jobb. Én azt mondom, úgy értem, hogy jobban kedvez, azon fog a Renekton miatt, a igen. A Renekton, ha attól függ, hogy mivel hozza. Nem Conqueror-t fog látni, illetve csak a jungle-ből is mit fognak hozni. Mert most nagyon változtatás volt a Conqueror-ra, de attól topom én fixen az a Conqueror-ra. Hát nem, hatalmas változás, ugye 10%-tól levették 8%-ra a healinget, és azt mondom a true damage-et, mert az együtt mozott, mert megint nerfelték? Nem, muszáj nerfelni ezt. Atya úristen. Hát akkor így már kb. Semmit ér. Ugye Renektontól... Hát jó, azt az erős túlzás. Az nagyon messze van ahhoz, hogy semmit érjön. Igen. Az biztos, hogy ebben a matchupban én egyébként sem hoznék Conquerort, mert ugye ha ránézel, nem igazán van tank. Ugye esetleg... Mondjuk ez nem... Igen, de ez nem feltétlenül igaz, mert lehet HP-sabbat buildelni, ugye Jarvannal is lehet. Nautilus nem tank, mert support költségvetéssel nem igazán engedhetsz meg magadnak tank itemeket, de esetleg még ugye Aatrox-szal is lehet tankosabb itemeket venni, viszont early game-ben legalábbis, amikor Renektonnal impactet kell legyen a meccsre, akkor nem tankosabbak. Úgyhogy erre a játékstílusra hagyatkozva, hogy én presztilteket hoznék, ugye Renektonnal a W-vel nagyon jól lehet prokkolni, mert ugye a W 1-es ütései, ugye simán 2, Empowered-el 3, akár azonnal prokkolni tudod a presztilteket, utána még felerősíti az utána lévő damage-et, ugye Q, stb. Már láthatjuk is a runákat, és igazam is volt, ugye presztilteket hozott a Renekton, úgyhogy a burst az nagyon ott van, és ugye ahogy említetted, emiatt a 2v2-t én jobbnak is tartom, mert ugye midlane-en még egy Orianát könnyen el lehet kapni, toplane-en azért nem olyan könnyű landoltatni azt a Jarvan EQ-t, mert ugye egyrészt a Renektonnak is van jó esetben két dash-e, illetve ugye a Kinder is tud ide-oda ugrabugrálni, tehát és nincs annyira jó lefogásuk, mint mondjuk midlane-en egy LeBlanc chain-nel. Tehát alapvetően toplane-en már csak azért is, mert ugye Renektonnak elvileg prioritása van ezen a lane-en,
talán ott lehet keresni valója a Koronisz Egyetemnek, főleg úgy, hogy ugye előző meccsen is láthattuk, hogy az volt a jó, az egy talán egyetlen jól teljesen, nem talán mindenképpen egyetlen jól teljesítő lénye, úgyhogy, úgyhogy talán, talán ott, ott érdemes prioritást helyezni a Koronisz csapatának. Viszont, amit nem szeretnék látni, az az, hogy az előző meccsből tanulva most nem néznek bele egy 0-2-es IB-be, és defenzív állásokat vesz fel a Corvinus. Ugye Orianna szépen labdával már scoutolja is azt a Pixel Brush-t. Ugye Pixel Brush-nak, vagy néha ugye Fnatic Brush-nak is hívják azt a, azt a bokrot. Ugye előző meccsen kicsit elaludtak és hagyták, hogy Braum lane védelje őket, és két killt is odaadtak, viszont... Most már tanultak a leckéből, és most csak felálltuk az ötös, mindenki csak a saját bejáratait védi. Nem mennek kockázni. Mondjuk még arra lennék kíváncsi, hogy a Corvinusnál nem tudom, hogy draftolnak, hogy jó lesz ez, hozzuk azt. Ezt hát, szeretem. Én ugye azt hallottam, mivel már nincs nekik tétje ezen a meccsen, inkább csak a fánra mennek rá. Mindegy, nem, hogy mivel fognak engage-elni? Hát ez jó kérdés. Szép, disengage-ük van bőven. Arra nem kell tudni. Hát igazából... Ugye néha a disengage a legjobb engage, mert hagyod magadra engage-eltetni az ellenfeled, és akkor a disengage miatt megkérd a teamfightot. Az viszont igaz, amit mondasz, hogy ha ők kerülnének előnybe, akkor ugye ahogy mondtam az előző meccsen is, ugye sokkal nehezebb érvényesíteni az erőnyedet egy olyan teammel, akinek nincs jó engage-ed, mert ugye nem lehet disengage-el forszolni fontosan. Nyilván egy jó siege-et elő tudnak készíteni, mert egy Ezreal-el meg egy Orianával elég jól lehet siege-elni. Ugye Ezreal pókolgat Orian azonnal a labdával, viszont az biztos, hogy ha nagyon erőltetni akarnak, esetleg objective-re körül fightokat, közben Nautilus már betalálhatunk a level 1-en. Jó kis, ó, közben eredbe fel fogja vinni, nem fogja elvinni. Szép barrier volt Orianától, mert van egy önézésem, hogy a Jarvan-nak a red buff-ja az elvitte volna. Viszont igen, ahogy említettük, ugye Jarvan az már level 2-től kezdve is tud gankelni, és a gank miatt kierőltették ugye azt a defensive summoner spellt Orianának, és Whiskey Cola azzal a löbbankkal nagyon szépen level 2-n, Flash, Q, W, Ignite. Az új Flash-ört, amit előző gépen elkezdtek. Úgy van, és ugye láthatjuk is, hogy ennek a ganknek a hátán PvP fan ezzel a Jarvannal be is invédelt, és a Red Buffot el is hozta, és ugye Scarlett-et kicsit nadrágot lehúzva találta meg a jungle-jába, ahogy szokták mondani, mert ez angol kifejezés. Ugye nem számított rá, hogy ott lesz a jungle, őszintén szólva nem tudom, hogy... Ja igen, mert ő full clear csinált botside-on, tehát később ért oda, viszont ettől függetlenül level 2 volt, úgyhogy Jarvan ugye... Ezt én sem értem most, mert én úgy láttam, hogy full clear-ed botside-on, és ugye 3 campet szedett be, tehát nem tudom, hogy... Ja, mert ugye nem szedett be topside campeket, nem szedett be csirke campet se, igen, ugye nincs, nem volt csirke, se golem nem volt benne. Kintetek kezdeni egy kéken, hát ez nem mondom a legjobb. Igen. Igen, és ugye a red buff-nak köszönhetően, annak ellenére, hogy Scarlett még elfesselt, ugye a folyamatos red buff lassítás és az utána flash-elés után Jarvan még őt is meg tud ölni, és gyakorlatilag letripla buffolja ezt a kindredet, és beindul, és elkezdődik az, ami pontunk, hogy Jarvan már level 2-től kezdve is át tudja venni ezt a meccset. Valóban. Goltiát volt az előző. A midlaner volt, igen. Lehet, hogy most az, lehet, hogy alapvetően a Goltiát egy support main. Lehet mondás, hogy egy support main. És most megpróbálják dugóval kell telehozni. Lehet. Nem Ezreal-t választanék ahhoz. Vagy elképzelhető, hogy az előző meccs után már nem akart midlén közelébe menni, és lehet, azt megkért a supportját, légy szíves. De az ellenfélenek eznek semmi figyelmet nem tanúsított, mert ugyanúgy jött a level 2-es Jarvan gang, ugyanúgy forszolták a barrier-ét, és utána még az életét is az Orianának, szóval megy az előző meccshez hasonlóan. És nem maradt meg az Orianna flash-on megnézed? Nem használt el? Igen, mert ugye Whiskey Cola flash deployzett, és az annyira gyors volt, hogy nem tudta lereagálni Orianna, illetve szerintem nem is lett volna elég, mert ugye már nem volt barrierje, közben Renekton-nal egy adok-kapok van problémán, viszont érkezik Jarvan, tehát hogyha be tudja bételni Aatrox a bokorba, közben a kamera visszavált, EQ nem talál be, nincs flash, amivel meg tudna hosszabbítani ezt a range-ét, a dupla ülasítás úgy tűnik nem lesz elég, így Dentrian csak recallolásra forszolják, viszont ha jól látom, a lane az egyébként is felé pusolódik, tehát nem fog túl sokat ezzel veszíteni. Közben Fresh-elnek jó volt. Közben betáll a hooka az Ezreal-re. Kimélt egy szép trade, igazából csak a sígyét tudják leszedni. Igen, viszont ugye egyrészt az Ezreal-lel az ugrást nem igazán akarod early game-be használni, mert rendkívül sok manába kerül,
illetve ugye az most nincs ugrás. Igen, tehát most nagyon szépen is érkezik rá a Nautilus Flash Engage, betáll a hook, viszont Jannak közben szóló kileli az ellenfél AD carry-jét. Nem vették észre, hogy a Jannának igenis van damage level 1-en, vagy level 4-en elnézést, és egy trade kill-el még behozzák a másik kill-t is. Hát annak ellenére, hogy jó volt az elképzelés a Debes egyetlen oldaláról, azután, hogy forszolták az Ezreal-nek az E-jét és ugye az összes manáját, közben ugye top lane-en látszik, hogy Aatrox nagyon nyeri ezt az 1v1-et. Nem vette észre Varus, hogy face-tankolta azt a Jannát, aki egy helybe állt, leignite-olta. Igen, és ugye minél közel volt hozzá az Eri, annál hamarabb visszajön hozzá, tehát annál hamarabb refresh el is. Igen, de ha megnézed, az is eléggé elég basszony, hogy dugó kleptóval 8 millió stackelt, és csak egy vardot tudott kiszedni belőle, nem érted semmilyen poti esetleg a megnemetteni. Igen, de ennek ellenére, annak ellenére, hogy a Jannán landolt mind a két kill, ez egy nettó kill előny a Corvirusnak, és hát egy jó Nautilus ingés hátán, talán, ha jól tudom, nem ignite-olta, talán Ezreal azonnal, és ezért tudott ott elmenekülni, és még DPS-elni. Nem, azután ignite-olta, hogy az ADC már meghalt, és 1v2-zött, és nyilván elhozta a kill-t, de hát utána már 2v2-ben többen voltak, és érkezett kinded is, tehát még biztosított, ha esetleg még megölt volna valakit, de nettó kilelőny a Corvinusnál, és ahhoz képest, hogy rosszul indult ez a hotlane, a Jarvan a DPS megfordította, és jön a Jarvan Gang, ugye nagyon szép tornádóval vissza neki, ugye nem lehet, betalál a Nautilus-uk Ezreal-re, és ugrással még talán tud menekülni, viszont egy Varus nagyon szép flash out-at akar még be tudja fejezni azt a kill-t, és Little Tempo DPS-en megölni. Ugye igen... Ellépte magát megint. El. Igen, ugye az volt a probléma, hogy jó volt a re-engage, mert ugye elkezdett a supportjuk, Jarvan már elhasználta az EQ-ját, viszont az volt a probléma, hogy ugye Dugó, amint belement abba a Nautilus hookba, Varus kitolt rá a DPS-t, és pillanatokat felrobbantották, és még túlete van, a fessel lekövették. Igen, viszont ezt rejtom, valószínűleg meg fogja nyerni, igen, Aatroxnak ki is kell fesselni. Igen, ugye a harmadik Q-ját azt visszafelé tolta, és ez nem tudta, úristen! Kicsit talán az előző meccshez hasonlóan a toronytankolást, ezt nem feltétlenül figyeli. I'm just saying azzal a Varusszal, és előző meccsen az életébe került, most valószínűleg egy rikvaljába fog kerülni. És igen, ugye láthattuk, hogy ez a harmadik Aatroxhoz az mellé ment, és Dentrion nagyon jól csinálja, hogy amikor az első-második Q-kat nyomja az Aatrox, akkor beledessel az Aatroxnak az arcába, és ugye emiatt nem találja el azzal a sweet spotos damage-el ugye az Aatrox, és emiatt jókat tud tenni le, és utána ugye ki kellett fesselni az Aatroxnak, mert ugye most már nem kapott meg a garantált újraéledést, és ott már miután átolta a Q-komboját, azért még ilyen szinteken CDR nélkül még nem volt semmi damage-e, és nem tudom, megölhette volna, és igen, ugye Force és a Flash-t, illetve most egy jó kis tél után mind a kettem basszal ütlenül, kül nem, Aatrox nem megy haza, csak Renekton, viszont megveszi a Tiamatját, ugye érdekes, hogy Tiamatra megy rá, kíváncsi vagyok, hogy milyen buildra fog rámenni, esetleg egy Titanic hidrás tankosabb buildra, vagy esetleg egy full AD-s Ravenous hidrás buildra, az majd ugye eldől. Ezzel a runával valószínűleg inkább a DP, a burstre mennék rá, mert ugye inkább akkor mennék Titanic hidrásra mondjuk. Viszont van flash a Renektonnak is, és Aatroxnak nincsen, valószínűleg ezt fel is tudja, igen, nagyon szép flash autóatak Tiamattal, fel is tudja ölni. Igen, és ugye itt jött ki az, hogy miért volt rossz, hogy nem recallolt az Aatrox. Ugye nem recallolt az a trade után, be akart még pusholni a trollnyig, viszont nem volt elég DPS ahhoz, hogy még azt a wave-et bepusholja. Egy nagyon szép Jarvan kataklizma után még meg tudja ölni a Gorillát, viszont a Triumph Heal nem elég a Triumph Heal, és egy nagyon szép épp hogy csak túlélés és barrier flash-el ki tudja húzni annyi ideig X-Wiki Midan, hogy egy ultival visszahúzott a Renekton. De a Summoners Bay rögtön el kell a vésztelje. Nem tud biztonságosan farmolni. Ha megnézed, nincs is olyan nagy map control a pályán, sehol sincs van. Ez igaz. Semmit az égvilágon arra, hogy merre van a Jarvan, ugye kinder leszett. Igen, és ugye annak ellenére, hogy behozza a trade field, ez még így se éri meg neki, nyilván szétesítünk van tőle, viszont egyrészt ugye megkapja plusz assist goldot ugye a két csapat, másrészt ugye az ő lénerük halt meg, még a jungler ugye a jungler campek nem mennek sehova, de közben ugye mindenre denyolni tudják az X-ét meg a goldot, közben viszont Aatrox talán pont rossz időzítésben befelé csúszik a top lénerre, ugye Nightfall-ra, viszont ott várt a bokorban nagyon szépen kidre és befejezi killen. Hotlane-en nagyon-nagyon szép disengage-et láthatunk Jannától, és épp hogy csak túléri Justin azzal a Varusszal, viszont Dugó, hogy szerintem talán 1v2-be ezt le tudja üldözni, hogyha van ultia, nincs ultia. Jó, úgy kezdte, igen. Én a nagy burst-ot kapott a Varus, azt
Igen, és ráadásul nagyon szép volt a disengage is Giannától, mert úgy ahogy van leszette magára a Nautilus, csak úgy az volt a baj, hogy ulti közben egy helybe állt, és a Varus rá tudott még DPS-elni, tehát megölték, úgyhogy az életébe kerül viszont, ugye előző meccsen ellentétben most sikeres a top lane gank, ugye előző meccs is láthatunk kicsit kettelenül. Most Resant Rhyne-ot, és egyszerűen betudt a fejezetben. A top lane az Aatrox-ot? Így van, így van. Ja, igen. És ugye egyrészt sikerült a gank is, ugye pont a legrosszabb pillanatban dashelt előre az Aatrox. Tubo valószínűleg át tudott ugrani a falon, de Jesse ilyen a Varusza nagyon szépen lesznipelje a falon keresztül. Alapvetően semmi keresni... Úristen, belopta a Tornádóval! Atya úristen, gól kiadta neki róla szopot váltani. Wow! Igen, ugye közben X-Wikit chase-elik le ezzel az Ornán, nagyon szépen Orianna ultival elkap két ember, de az a baj, hogy itemek hiány, igen, ugye egyrészt damage-e sincse, másrészt csapat sincs mögötte, és alapvetően mondhatni, hogy szép lopás volt Goldiattól, de egyrészt egy szélsárkányt toptak be, ami nem különösen fontos, másrészt... Szép volt! Egy Jonathan, főleg a Super Jonathan ütha, van szerintem olyan 80 AP maximum, és a tornát ütött 40-et. A 80-as sokat mondasz, szerintem van vagy... Megnézhetjük, de szerintem ilyen 30 inkább. Ó, Jézusom, 68. Ja, mert ugye... Most nem néztük közben, de... Atya úristen, közben azt láthatok, hogy Level Up Scarlet 1v2-be belement a botlane arcába. Azt látta az ultiát, de jól látom. Nem, de ugye valószínűleg azért nem használtam, mert ugye ha vagy használja az ultiát és ulti után meghal, vagy megöli a supportot, de az életébe kerül, és inkább a kill-re választok. Ugye pont beszéltem még közben, ezt történt, elnézést. Viszont igen... Fontos volt az a 70 AP is. Igen. Viszont alapján nagyon szép volt a kill, elnézést, a sárkánylopás. Látszik, hogy igazából semmi keresnél vagyok nem volt annál sárkánynál. Mert ugye egyrészt botlane prioritásról nem volt, látszik, hogy közben fél HP-zza mit én a LeBlanc azzal a genkkel, illetve azzal a kombóval, illetve a Renekton is fél HP-zza. Csak kérdőt tegyek szépen, főleg az ugyatok nagyon sokat heal-el. Igen. Ez early-ben muszáj megvásárolni. Igen, ugye most sokkal DPS-esebb, hosszú fightosabb, kiélősebb az Aatrox, és egy korai healing reduction item nagyon-nagyon jó választás Dan Triantól. Múltkor néztem az X-streamedet, amikor közvetítődik, és olyan visszanéztem az a feladatokat, és ott meséltél azt, hogy ez olyan, mint a QSS adó, vagy valami ilyesmi. A QSS adó, igen. Igen, az nekem rémlik. Ez körülbelül ugyanaz execution, ezt muszáj megvásárolni. Igen, és ugye úgy tűnik, hogy a top lane előnyt kihasználva megpróbálja a Level Up Scarlet ezt a tier 1-es tornyot, de azért csak az a baj, igen, csak az a baj, hogy felromol midlane-ről a Debrecen Egyetemnek a midlane-ere és a jungler-e is, és most már menekülőre kell fogni, a Cataclysma érkezik két emberre tökéletesen, ezzel a kinted ultival még talán kicsit tudják húzni az időt, de az a probléma, hogy Jarvan nem tudják elég jó hátrére vinni, befejezi Scarlet-et, és a lánc épp, hogy csak az utasok miatt visszahoz a Dentriant is, aki még visszahílel az Empowered Q-ból valamennyit, csak ugye nyilván ugye 2v3-ba kezdődött, és hát esélyük sem az volt. Az a baj, hogy Orion Lance nem tudott szólni, nem volt vardjuk esetleg, nincs vardjuk, ha megnézed. Nem tudom, tehát nem is vardról van. Ha megnézed, most lehet, hogy a vision score-okat, csak hasonlítsuk, hogy a két szív volt. 9-16. Igen. Ez már most nagyon. És nyilván ugye ez a bot side vision rég az, de ugye top side-on meg Jarvan már csak a jelenlétével, ő maga a vision control. Szóval alapvetően kicsit túl lassú és túl egyértelmű volt ez a mozdulat a WC-től, mert csak besétált lénre a kint és tudták, hogy figyelj, itt vagyok, szedjük be a tornyot, viszont nem figyeltek arra, hogy midlénen semmi pressure-je nincsen az Orionnak, nem tudja lénen tartani a LeBlancot, letalálók ugye közben ezbe kiugrik, tehát nem tudja lénen tartani a LeBlancot, illetve ugye érkezett a Jarvis nagyon szépen, és közben ugye a botlane sötétben követve ők meg felrotáltak a midlénre, ahonnan eljött LeBlanc, hogy beszélték a tier 1 tornyot, és közben szegény Dentrian megint megérkezik Jarvan, és valószínűleg ez feleszmélt a PvP fan Jarvannal, hogy TK-s a top lane questis rá, az egyetlen lénünk, ami questis rá, talán itt meg kéne fordítani, érkezik a gank botnére, viszont épp hogy csak nem tudja megmenteni, Dugo nem használt el a healjét a junglére, ezért az Ignite miatt a Janna healing nem volt elég, hogy megmentse a junglerét, viszont viszont érkezik az Ezreal, és talán hogyha az a Q betalált volna, akkor még le tudták volna followolni. Igen, nagyon kiegyenlített trade, csak az a baj, hogy 2v3-ban kiegyenlített trade, szóval itt is látszik, hogy... Ó, igen, illetve ugye LeBlancnek is van egy nátyja, tehát az Ezreal-nek is vigyáznia kell, ugye nem már felhívelte magát azokból a fósnakból. Atya úristen, azok a Janna dugva még, hogyha van elég átfér, azok az egyik legidegesítő dolgok főleg az Airy-vel. És ahogy említettem, PvP fan azt mondja, hogy igen. Az egyetlen mini matchup volt, amit tudott tartani a Renekton, megbüntetik.
Tökéletes. Ma a Trox Late-gémben leszkilleli? Mid game utána picióban leszkilleli? 2-3 itemnél fixen? Igen. Tehát lehet healing reduction-t venni, lehet azt venni, amit akarsz. Hogyha eljut 3-4 itemig, az Zatrox meg fog verni. És ugye PvP-ban nagyon okosan el is kezdeli campani ezt a lane. Ez egy kicsit... Vérszamet kapott. Érdekes volt. Egyszerűen nyerni akar, mindenféle gyorsan menni akar. Mondták is a programjuk van, biztos ezt a buli van, oda kell érni. Igen, és ugye elhasználnak két ultit mondhatni a semmire, de aztán még kicsit mana nélkül is már nem, mert visszatöltöttek valamennyire, de Red Buffon is invidenek, és Level of Scarlet bele ugrik a Javannak az arcába, elhasználva ezzel az escape-jét, és viszi kóla a LeBlanc-kal, köszöni szépen. Nem tehető, egyszerűen nem kap pressure-t a többi side-mintal. És a Vision se tud róla, és egyszerűen nem muszáj meghalni. A LeBlanc-ot nem lehet olyan könnyen lekövetni, hogy is viszkommunition is gondolom van. Ráadásul fel van egy Infernal, főleg az első dragon, hogy az most többet üt, mint a többi. Igen, ugye minden típusból az első sárkány sokkal többet ad, igen. És ugye látszott is, hogy Revel Up Scarlet próbált legalább az egyetlen winning matchup-ja körül játszani, mert top lane-en kétszer és háromszor is fenn volt, csak az a baj, hogy amíg ő egyen jött, addig az ellenfél meg ketten meg hárman jöttek. Szóval, igen. És már most a 15. percet 6000 volt különbséget láthatunk. Igen, ugye. A következő a potion-dragon lesz. Igen, ugye az eloszlás alapján láthatjuk is, hogy még van egy pici, még így is van egy pici előnye Dendriannak azzal a Renekton a top lane-en, de mindenhol máshol akkora monumentális gold előnye van egész egyszerűen az MPC Egyetemnek. Ugye láthatjuk a mid lane-en ADC jungle matchup-ba is, még super matchup is 800 gold rá be a Nautilus, hogy egész egyszerűen kezd kicsúszni ez a meccs az előző meccshez hasonlóra a Corvinus kezei közül, és attól félek, hogy annak ellenére, hogy jó disengage-ük van, viszonylag jó wave clear-ük van Orianával meg Ezreal-lel, hogy talán tudják húzni ezt a meccset valameddig, csak a probléma az, hogy meddig. Tehát egész egyszerűen olyan sok lesz a gold lead, hogy behozzák majd ezeket a sárkányokat, ugye már azt egy Infernalt is, illetve hogy baromjának ellen már nem fognak tudni wave clear-t disengage-el. Nem most nem szinte hátosabb gyöldeni, hanem ez a full, nem a full AD, csak az AD. A félig full AD. Félig full AD. Igen. Tankra fog mondani szerintem, de vagy egyszerűen a LeBlanc esetleg nem tudja lesvásatolni, a Jarvan fixen akkor éthetően. Igen, ugye közben az Atrox forszolta a Renekton az ultiát, mert azt hitte, hogy all-in-ezni fog, viszont utána disengage-el, tehát valószínűleg most meg ő fordíthatja rá ezt a trade-et, ugye el kell használni az utolsó esélyt, hogy elmeküljön, viszont ennek által egy nagyon szép két emberes Orianna ulti és Ezreal ulti láthatunk, viszont Varus ultival szépen lefogja az Ezreal, a Kindred ulti még valameddig ultia azt a teamfightot, viszont érkezik a Jarvan kataklizma és a damage is mögötte, megvan a két kill, és közben Topinion is szóló killelte az Atrox azt a Renekton-t azután, hogy forszolta az ultiát, valószínűleg a saját ultiával lecsészelte, Zizki Kóla beúdik a LeBlanc-kal, egy dupla ugrás után lekilleli a szegény Jannát, aki csak élni akart. Úgy van, két tower között 15. percben. Úgy érzem, hogy valószínűleg azért ikallohatnak most, amit épp szeretem volna felvenni a figyelmet, hogy most egy kicsit már Topinion is átvette az irányítást a... Igen. Tehát most abszolút erre számítok, mert ugye azért annyira nincs túl jó siege-e a Debrecen Egyetemnek, mert ugye Varus azért nagyjából lehet DPS-re a toronyra, de őt leszámítva annyira nem jó a siege-ük, mert tudnak túl sok teret nyerni, viszont esetleg egy Herald is simán megoldja ezt a problémát, ugye láthatjuk is, hogy PvP fund recallolt, ugye nem topside-ra megy azonnal, mert látta, hogy volt egy kinted már a chiefként, tehát először nem mintha veszély lenne egy 1-6-as kindredtől counter-jungizásra, de biztosan, hogy biztos beszedi ezt a campet, és utána valószínűleg arra számított, ugye már láthatjuk is a pinget a minimapon, hogy valaki legalábbis el fog indulni a Herald irányába, hogyha a PvP fund nem is. Ezen a szinten őszintén szólva akár még Atom szólózhatná is, smite nélkül, hogyha ha adnak neki egy kis pressure-t, meg ugye vision-t esetleg idén által, ugye most láthatjuk, hogy PvP-ban inkább botnére, az érdekes mozdulat volt, szóval azért inkább most botnén felé pettelt a PvP-ban, hogy counter-jungizzon, de igen, most már ugye top lane is átvette ezt a matchupot a drops, szóval most már ott forszolnak, és igen, ugye ez a support sors, amikor valahogy muszáj vision teremtened a csapatod számára, és ez nagyon sokszor az érdekeket. Hát igen, de hogyha nem mész be, akkor meg elbukod a meccset előbb-utóbb. Lehet, hogy is elbukod a meccset, de valamit ugye csinálni kell, ez szegény Jannak az életébe kerül. Közben top lane genket láthatunk, de az a baj, úgy tűnik, hogy az Zatrox lehet, hogy még 1v2 is megfordítja, és a flash-ét már elhasználta, viszont nem biztos, hogy elég a DPS, és lehet, hogy vissza tudja healálni. Szegény Whisky Kulát pont mielőtt kimenne a shock wave, le tudják burstani, nem tudnék csak trade-killt is elhozni. Dugó próbál talán esetleg egy trade-killt elhozni a Jarvanra, de ugye valószínűleg még az LQ-ja nem sokára vissza is jön, úgy van, tehát ő is elvonna menekülni. És ahogy láthatjuk top lane-en, nem jött össze a kill, és
gyakorlatilag 1v2-ben megfordította azt a fightot az Aatrox, és a Renekton út is sem volt elég, és menekülni kellett a Korsesznek a dúójának. Mert hogy próbált flash a flash, és az utolsó kúját úgy rányomni, hogy fixen benne legyen, de tulajdonképpen csak melenyomta azt, hogy nem tudta megjelni. Aha, értem. De hát még ennek ellenére is ugye a trade-et magát megnyerte, és látszik is, hogy most már a tier 2-es tulajdonképpen rá is pusolt ezt a wave-et. Ugye meg is indul a Red Buff felé, most fog éledni, a Sharkán is most fog elődni a Misty, szóval egy Ocean Drake. De alapvetően nem értem, hogy miért nem szeretne Herald of Debrecen egyetem, mert mondjuk nem az, hogy nem értem meg, mert elhozták a teljes Red Side-ot, ugye Kindred, hogyha nem jut farmhoz, akkor gyakorlatilag egy Caster Minion, úgyhogy az is egy teljesen valid stratégia, hogy csak kínálják a Kindred, és nem adják, hogy Stank egy ügyen is erős legyen. Ugye a Baron kicsit rátépésem, az Aatrox a champion? Janna, atya úristen is! Mire próbáltam rájönni, hogy mi a Super Champion-nek a neve, az a szempillantást idő... Épp ezt akartam mondani, igen, Whisky Cola, köszönte szépen, egy dupla kill után felsztekkeli maximumra a Magi-ját, most már 25 stacken van, és egy 10-03-as stattal, hogyha eddig nem lett volna egyértelmű, hogy ki fogja megnyerni ezt a meccset, valószínűleg pontot téve az íre, 10.000 goldos erőnyben kezdik el megszigyelni ezt a bot, elnézést mid inhib tornyot, és érkezik is a TP arra minőre, ami tankolt a tornyot. Még elég jó VP-je van a csapatnak, mint a Corinthians-on még kicsit ugye húzni. Igen, és ugye ezért sem értem, hogy miért nem szedték be a Heraldot, mert az, amit mondtam, hogy Herald nélkül szigyelni annyira jól. Igen, csak hogy ugye azért, de ugye azért, mert botlane helyezték a prioritást, mert nem hát mentek el topni. Hát egy Herald azért jött volna, de így is, ne, szép lassan. Nyilván így is meg fogják nyerni, tehát ez nem kérdés. Csak ugye itt is látszik, hogy egyrészt, hogy amit említettem meg, most is említettem korábban, most említettem meg én korábban, hogy egyrészt nagyon jó a wave-tree-ja a Columbus Egyetemnek, másrészt, amit ugye most jutott csak eszembe, mert nem csak jó a wave-tree-jük, hanem ugye Janna még shield-en is tudja fontosan a tort. Ugye az a kevés DPS, amit a toronyra rá is tudnak tenni, azt még a Jumbo is talán még shield-en is tudja védeni. Csak ugye az a probléma, hogy még hogyha nem is jó a siege-ük, már ugye ez a több mint 12.000 goldos előnnyel, már lassan eljut arra a pontra, de ebben egyetem, hogy azt mondják, hogy nem is kezd siege-en, ők egészen ledime-olják őket. És annak ellenére, hogy jó dive disengage-ük van, mert ugye van Kindred ultiuk, meg van Janna ultiuk, ennyi gold előnnyel szerintem ezeket a championokat talán még nézni, hogy a burst-tölnire el tudják mondani az ulti képességeiket. Nyilván ugye óvatosan játszanak, nem mennek bele ürültségekbe, de és a Janna shield épp hogy csak megmenti ezt a tier 2-es tornyot. Gyönyörű ez a denialás, amit Janna végez, és én mindig itt vagy a denialja. Kicsit erősebbek lennének a Corinthians, és túlélte. És Varus felvoztak el a részből, hogy jól láttam, visszajött a CD a LeBlancról, és egyszerűen be tudta fejezni. Igen, és ugye elérkeztünk arra a pontra, ahol talán még torony alatt lenne esély. Meg nagyon szép, azt mondom, ez volt a legjobb fight eddig a Corinthians. A Kindred ulti nagyon sok embert megtudott, le tudta védeni nagyjából a LeBlanc versus, azonban hiszem LeBlanc csomag kb. 20% CD, amíg hamar visszajönnek, az fejlődött. Igen, és ugye Whisky Cola annak ellenére, hogy már nem fér több lap abba a könyvébe, ami már 25 stacken áll, ő azt mondja, hogy még így is megér egy tech-tutlavét az a support, megöli Jannát, és talán még ezért is megölte volna, hogyha proppalni tudja azt a full damage-et azzal a lánccal, de az... Minden nem élt össze. Az minden nem élt össze. Előbb is azt mondom, hogy a junglerjük, illetve a midesük a hátán vissza a csapatot magasan. Illetve az előző meccs alapján is, meg a bot is. Illetve a botlane hoz egy szoros teljesítményt. Annélre, hogy kicsit nem a legegyenesebb talajon kezdett ez a botlane, amikor ugye emlékezhetünk arra a Janna double killre, amikor ugye solo killelte a Varus. Nem, hát Öriba, de... Janna annyiért, nem szóval tutavét masszol, biztos olyan tutavét masszol, és hogy Öriba játsza. Az Öriba nagyon fáj, főleg a kevés HP-je van általában az ADC-nek, ez nem tisztelték. Hát még ugye nem is csak az, hogy kevés HP-je van. Ó, közben visszahúzza a lánc szegény Janna-t, és Aatrox ultival meg is öli, ezáltal refresh-eli azt, és movement speed buffot megint megkapva, megpróbálja a Renekton-t is leüldözni. Flash harmadik U-val felüti, ezáltal forszolva a Dentriannak a flash-ét is. Viszont ott már nincs torony, tehát alapvetően sok felé nem tud elmenekülni, még megpróbál healelni azzal a Q-val, és egy olyan a szép kétemberes ultival még elkapja azt a LeBlancot és Aatroxot,
Csak az a baj, nincs mögötte damage. Szegény Orianna másfél itemen járkál ide-oda, miközben LeBlanc már egy Fusnek és Magellan és Abaddonon és még egy Ludenzen ül. Úgyhogy PvP fa meg is érkezik a két Nexus torony alól, szegény Oriannát még elkapja. És az előző, talán még az előző meccsnél is magabiztosabb teljesítménnyel is, még egy pár Fountain Kill-lel együttvéve a Debrecen Egyetem magabiztos győzelemmel 2-0-ra nyerre ezt a Best 2-t. Magabiztosítanak a helyüket a talajítást.